Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Nézőpont adásában. 2001-ben Magyar Kanizsa Község képviselőtestülete megalapította a József Attila könyvtárat. Magyar Kanizsa Község közkönyvtára könyvek kölcsönzésével foglalkozik. De én most arra hívom Önöket, hogy tartsanak velem a következő fél órában és a stúdió vendégével, hogy egy kicsit a színfalak mögé, stílszerűen szólva, a könyvtári könyvespolcok mögé tekintsünk. A stúdióban köszöntöm Vörös Annát, a József Attila könyvtár megbízott igazgatóját. Anna, a múlt héten, április 5-én a képviselőtestület elfogadta az előző évi teljesített tevékenységről szóló jelentését a könyvtárnak. Ez ugye előírt kötelességük az intézményeket, melyeket az önkormányzat alapított. Ebben a jelentésben összefoglalták, hogy mit csináltak 2017-ben az intézmény keretein belül. És mint minden jelentés, a konkrét száraz adatokkal kezdi. És arra kérem, hogy akkor a beszélgetést mi is kezdjük valahonnan innen, a könyvállományról, arról, hogy Magyar Kanizsa könyvtára mennyi könyvvel rendelkezik, és hogy elegendő könyvünk van-e. Hát akkor egy kicsit máshonnan kezdeném ezt a dolgot, és egy kis kiegészítéssel, hogy ez a 2001-es dátum, ez valóban helyén való és helytálló, de hát már sokkal korábban is működött könyvtár Kanizsán is. Inkább ezt szeretném kiemelni, hogy 1962 óta működik a József Attila könyvtár ilyen formájában, amilyen formában most működik. Korábban nem volt önálló, hát nevezzük munkásegyetemnek, későbbi KNESZ-nek a keretein belül működött, mint egy egység, de 2001-ben aztán úgy döntöttünk, hogy mégiscsak legyen egy önálló intézmény a könyvtár, és ettől a dátumtól datálódik tulajdonképpen ez a formáció, ez a hivatalos formáció, hogy önálló intézményként dolgozunk. Hát a jelentésben nyilván, hogy mindig azzal kezdjük, hogy a törvényben előírtaknak megfelelően végezte a munkáját a József Attila könyvtár, mert hogy természetesen a könyvtár munkáját is törvény szabályozza, és előírja számunkra azt, hogy mit és hogyan kell elvégeznünk a könyvtár mindennapjaiban, és hogy a törvényi előírásoknak megfeleljünk. Törekszünk erre, bár nem mindig van erre lehetőségünk, mert hogy elég kevesen vagyunk ehhez a munkához. Már itt van egy kis problémánk, hogy a törvényben előírtaktól sokkal többen kellene, hogy dolgozzunk a könyvtárban. A jelentés tartalmazza. Ezt tartalmazza, hogy ettől azért számosabb dolgozónak kellene a könyvtárban lennie, mert hogy olyan feladatokat nem nagyon tudunk ellátni, amit viszont az anyakönyvtárunk megkövetel tőlünk. Mi ugyanis föntartás szempontjából nyilván, hogy a községhez tartozunk, és a másik alapítunk pedig a Magyar Nemzeti Tanács, de viszont vannak szakmai felettes szerveink, így a kikindai anyakönyvtár, aki évente ellenőrzi a mi munkánkat, és hát neki is küldjük a szakmai jelentéseket. Ők mindig számon kérik tőlünk azt, hogy a helytörténeti helyismereti gyűjteményt miért nem dolgozzuk fel, ami egy óriási munka. Erre viszont nekünk nincs lehetőségünk. Na most a néző kedvéért elmondanám azt, hogy ez a gyűjtemény, ez kell, hogy tartalmazza mindazt a kiadványt, ami Kanizsára vagy Kanizsa községre vonatkozik. Még hogyha egy név, egy szerző, egy esemény, bármi valahol megjelenik, ezt nekünk össze kellene gyűjteni. A kis nyomtatványoktól kezdve, a képeslapokig, a szórólapok, és ezt mind föl kellene, hogy dolgozzuk. De hát erre még képtelenek vagyunk. Melyik a nagyobb gond? Az összegyűjtése és a tudomás szerzés arról, hogy hol jelenik meg Kanizsa, vagy a feldolgozás? Mind a kettő. Nekünk időnk nincs arra. Ugye azt mondhatom, hogy gyakorlatilag reggeltől estig ott vagyunk a könyvtárban. Tehát az első könyvtáros az reggel 7-kor érkezik, aki elmegy utoljára, az meg este 7-kor, plusz szombaton is dolgozunk. Na most az mellett, hogy mi az olvasószolgálatnak dolgoznia kell, az mellett ugye a könyvek feldolgozása, a programok szervezése és a sok más egyéb tevékenység mellett képtelenség már egy ilyen komoly kutató munkába fogni, és egy ilyen komoly feldolgozó munkába.
Nagyon-nagyon reménykedünk abban, hogyha egyszer ez a bizonyos létszámstopp feloldódik, akkor erre lesz lehetőség, hogy valakit talán alkalmazhat majd a könyvtár arra, hogy ezt a nagyon komoly gyűjteményt, mert eleve komoly a gyűjteményünk, de hát ezt még nyilvánvalóan bővíteni lehetne, hogy ezt tényleg szakmai szempontból is pontosan föl tudjuk dolgozni. Azért, hogy tisztán lássunk, szeretném, hogyha a konkrétumok is elhangoznának. Ha már innen indultunk, a létszámok, a dolgozók létszámától, és nem a könyvek számától, akkor arra kérem, hogy mondja el, hogy jelenleg hányan dolgoznak a könyvtárban, a Horgosi Fiók könyvtárat beleértve, és hogy az előírások szerint, melyből kétféle is van, minimum hányan kellene, hogy dolgozzanak? Az előírás az egy dolog, én a gyakorlati szempontot venném inkább előtérbe. Tehát Horgoson dolgozik egy kolléganő, egyetemi végzettséggel, magyar szakos tanár egyébként a végzettsége, de nekünk egyébként, akik a könyvtárban dolgozunk, szakvizsgát is kell tenni egy bizonyos időletelte után. A kanizsai részlegben hárman dolgozunk, mint könyvtárosok, szakképzett könyvtárosok, azt kell, hogy mondjam, szakvizsgával. Van egy informatikusunk, akinek nagyon-nagyon örülünk, mert ugye már a 21. század az informatikáról is szól. Van egy titkárunk, és két takarítónőnk az egész épületre és a Horgosi Fiók könyvtárra. Ennyien vagyunk most pillanatnyilag. Ez 8 és ez a kevés, mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy felületet kell például a két takarítónőnek föltakarítani, és a Horgosi Fiók könyvtárunkat. Az összes adminisztrációs tevékenységet végzi a kolléga, aki középiskolával dolgozik, nyugdíj előtt van, de ő is beugrik gyakran, mint könyvtáros, mert hogy mi nem győzzük. Én az most pillanatnyilag az igazgatói teendőim mellett tartom folyamatosan a könyvtári foglalkozásokat. Mindazt, amit az előtt csinált. Mindazt, amit az előtt csináltam, most még ugye kiegészül egy kicsivel. Tehát nagyon-nagyon sok a munkánk. A két kolléganő ott van az olvasószolgálatban, nekik kell földolgozniuk a könyveket, az állományt rendbe tartani, tehát van teendünk bőven. Korábban élt egy ilyen elképzelés, hogy a könyvtáros, ez egy öreg néni, kis kontjával, szemüvegével ott bent ül a poros könyvek között, és ott kötöget, és nagyon ráírősen el van. És hát, várja, hogy valaki belépjen. És várja, hogy valaki majd csak bejön a könyvtárba. Ez a kép már teljesen megszűnt, tehát itt már erről szó nincs. A könyvtár, és nagyon bízom benne, hogy elérte azt a szintet, hogy egy komoly kulturális tényezője legyen a mi községünknek. És ez kemény munkával jött létre. Korábban, amikor meg sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem dolgozni, igaz, hogy a lehetőségek sem voltak ilyenek, mint most, de kimerült tulajdonképpen a könyvtár munkája abba, hogy kiadták a könyveket és visszakérték a könyveket. Ez a feladatkör, ez igencsak kibővült. A bevezetőben is épp erre utaltam, hogy akkor nézzük, mi minden van még a könyvkölcsönzésen kívül. De visszatérve a gyakorlat, akkor azt mondaná, hogy 2 vagy 3 plusz fő az, akinek még a munkája hiányzik. Igen. Ahhoz, hogy gördülékenyen el tudják látni a feladatokat. Ez a 2 vagy 3 fő, ez tökéletes lenne, mert akkor talán egy kicsit utolérnénk magunkat, mert nagyon sok mindenben lemaradásunk van. Nekünk hát 5 évente legalább kellene egy nagy revíziót, szép magyar szóval revíziót lefolytatni. Tehát, hogy lássuk azt, hogy hogy is áll a könyvállományunk. De hát azt minden évben csináltuk. 20 éve nem csináltuk. Nem? Nem, 20 éve nem csináltuk. Amikor a leírt könyveket, a leselejtezett könyveket az kiveszik. Az egy dolog, hogy a selejtezett könyveket kivesszük az állományból, de nekünk az egész állományt át kellene nézni olyankor. Tehát minden egyes könyvet kézbe venni, leellenőrizni a leltári számot, leellenőrizni a... még most is ugye kézzel kell, hogy vezessük a nagy leltárkönyveket, meg kell nézni, hogy már bekerült-e a rendszerünkbe, hány földolgozatlan van, és így tovább, és így tovább, ami legalább egy olyan 2-3 havi munkát jelentene. Nem nagyon, hogy mondjam, nem egy nagyon bonyolult feladat, de időigényes.
És minden más munkát kizárnak. És mi pedig úgy gondoljuk, hogy minden más munkát akkor kizárunk, mi meg úgy gondoljuk, hogy akkor elveszítjük az olvasóinkat. Tehát, hogyha az olvasó egyszer úgy jön el a könyvtárba, hogy zárva van az ajtó, akkor esetleg eljön még egyszer, de harmadszor már biztos nem. És nekünk most a legfontosabb dolgunk az, hogy az olvasókat megtartsuk. És akkor már most válaszolok ugye az eredeti kérdésre, hogy hány könyvünk is van. Igen, hát adminisztratíve 72 ezer könyv körül van. Tehát ez egy ilyen hozzávetőleges szám. Nem mondom a statisztikai adatokat, mert unalmas lenne. Tehát a Horgosi Fiú könyvtárral együtt körülbelül 72 ezerre tehető a könyvállományom. Ami elég tisztességes, azt kell, hogy épp mondjam. Épp ezt akartam kérdezni, az hogy a szám magában, ameddig nem hasonlítjuk össze, addig nem igen, sok nem. mindent jelent, viszont mondjuk hasonló méretű községgel, hasonló lakosságszámra nézve, ez egy jó szám, vagy ez egy elfogadható szám, de van itt egy kis buktató, amire mindig föl szoktam hívni a figyelmet, amikor tőlem kérik ezt az adatot, hogy én ezt kimondhatom, hogy 72 ezeres könyvállományunk van, de mennyi ebből az aktív? Tehát az aktív könyvállomány az lényegesen kisebb, mint ez a szám, amit most aktív kimondtam. Aktív könyvállománynak azt nevezzük, amely könyveket gyakran kivesznek. Amelyek forognak, amit kikölcsönöznek az olvasók, vagy ha nem is kölcsönöznek, de helybe használnak. Tehát nagyon nagy az az állománytestünk, amelyik már vagy elavult, és az már lekerült a raktárba, mondjuk a kinézetét, a könyv állagát illetően, vagy már tartalmilag is elavult. Pontosan, de még nem vettük ki lexikonok, az állományba, például. A régi igen. politikai na berendezkedések könyvei. A könyvtárnak nem csak az a dolga, hogy az olvasókat kiszolgálja, a könyvtár az gyűjt is. Gyűjt, megőriz, és az olvasó rendelkezésére bocsátja. Igen ám, de itt a selejtezésiknél csak kivesszük ugye azokat, amik már teljesen használhatatlanok. De viszont amikor ezt a nagy revíziót tartanánk, akkor azokat a könyveket is ki kellene, hogy vegyük, amelyeket már nem fog senki se kézbe venni, mert hogy tényleg teljesen elavult. Tehát ez a 72 ezeres szám jócskán lecsökkenthető ez lenne. Ez jócskán lecsökkenne, és akkor nem biztos, hogy egy nagyon kedvező adatot látna itt akár a község vezetősége, vagy akár a kikindai anyakönyvtárunk. Mi ezzel tisztában vagyunk, de nem, egy kicsit félünk belevárni ebbe az egészbe, mert tényleg akkor siralmasan kevés lenne az állomány. Az én félelmeim szerint. Hogyha már azt említette Anna, hogy aktív könyvállomány, igen. milyen trendeket lehet észrevenni a kölcsönzések során, hogy melyek azok a könyvek, melyek azok a stílusok, amelyek jobban megérintik az embereket, amelyek befordulnak a könyvtárba? Hát akkor itt most a két olvasóról kell, hogy beszéljek, az egyik a felnőtt, a másik meg a gyermek. Pontosan. A felnőtt olvasóknál sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a lektőr előtérbe került. Tehát az olvasóknak a 80%-a inkább a lektőt keresi. Most a lektőr alatt értsük azt, hogy a könnyedebb, talán irodalmilag kevésbé fajsúlyos könyveket viszik az olvasók, és zömmel a hölgy olvasók. Tehát nem a háború és békét. Nem a háború és békét. Természetesen azt is viszik, mint kötelező olvasmányt, vagy az Anna Kareninát, és sorolhatnám még a kötelező olvasmányokat, de igazán a lektőr az, ami nagyon-nagyon népszerű. Viszont nekünk arra is törekedni kell, amikor a beszerzésről beszélünk, és vagy végezzük, hogy azért a könyvállományunknak a minőségére is oda kell, hogy figyeljünk. Nagyon-nagyon szerencsénk ilyen szempontból, hogy létezik egy Márai program, ami Magyarországról indul természetesen, és ott azért vannak úgymond tudományos könyvek, de van népszerű pszichológia, van filozófia, van tehát olyan könyvek is, ami a gyűjtemény szempontjából fontos, és azt onnan meg tudjuk rendelni. A saját bevételeinket azt inkább erre a lektőr irodalomra fordítjuk, sajnos ezt kell, hogy mondjam, hát mert hogy meg kell, hogy tartsuk diktál, az olvasót, mert az olvasói igények talán a legfontosabb. Ami a gyerekeket illeti, itt a Kanizsa nagy nyilvánosság előtt el kell, hogy mondjam, hogy a szülőknek nincs igaza, amikor azt mondják, hogy a gyerekek nem olvasnak. Mert hogy nekem az a tapasztalatom, hogy újra elkezdtek olvasni. Tehát korábban is volt egy olyan olvasói réteg, és most itt gondolok, az a 12-3 éves
lánykákra, akik félretetették valamikor a könyveket, és várták a sort, hogy hozzájussanak a kívánt olvasmányhoz, most újra megjelent ez a réteg. De annak köszönhető, hogy a könyvkiadók ráéreztek erre az igényre, és most kiadják ezeket az új kis tini sorozatokat. Mit mondjak, a Leiner Laura könyvei, és ez itt most nem a reklám helye, csak egy író nevét említettem, mindig üres a polc ott, ahol a Leiner Laura könyvei vannak. És várják a lányok egymást, hogy mikor hozzák be a könyveket. Nagyon sok népszerű sorozat van, amire rögtön lecsapnak, a fiúknál pedig a műszaki könyvek. A műszaki könyvek az érdekesek, a járművek. Most ilyen járműves korszakunkat éljük, tehát nem győzünk beszerezni a járművekről szóló könyveket. Korábban, ami népszerű volt, az az állatos könyv. Mire beszereztük a sok szép új állatos könyvet, addigra átért az érdeklődés a járművekre, de természetesen ez nem baj. Ott is vannak változások, tehát például az állatos könyveknél is egy időben csak a dinoszauruszok, tehát ezt a fiúk keresték természetesen. Valószínű, hogy a televízió diktálta rajzfilmek kapcsán, igen. Aztán átértünk a kutyákra, abból is van már egy nagyon szép irodalmunk. A lányok pedig a lovas könyveket kedvelik nagyon. A ló az most első helyre került, hát korábban Kanizsai utcáin ugye láthatóak voltak a lovak, közlekedtek a... Akkor még nem számított exotikumnak. Akkor még nem volt exotikum, most viszont exotikumnak számít, és nagyon szeretnének lovagolni és lovakkal foglalkozni, a lányok különösképpen. Szép, hogy így a könyvek kölcsönzése kapcsán is lemérhető az érdeklődése most épp a gyermekeinknek. Igen. Hogyha már arról van szó, hogy az igényeknek megfelelően szerzik be az új könyveket, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mekkora keretük van az új könyvek vásárlására, hogy oszlik meg a magyar könyvek, a magyar nyelvű könyvek és a szerb nyelvű könyvek beszerzése. Hát azt el kell, hogy mondjam, hogy Szerbia, mint ország maximálisan gondoskodik a könyvtárairól. A kolléganő, aki a szerb állománnyal van megbízva, ő egyszerűen már nem tudja elkölteni azt a pénzt, amit mi kapunk az állomány bővítésére. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Szerb Kulturális Minisztérium elküldi a kiadóknak a listáit, és meghatározza azt az összeget, amennyiért egy-egy könyvtár válogathat ezekről a listákról. És a legújabb, a legszebb, a legminőségibb kiadványokat be tudjuk szerezni szerb nyelven így. Egyszerűen nem győzi a kolléganő a földolgozásukat. Tehát rengeteg értékes, nagyon szép könyvünk van, ami a szerb állományt illeti. Na most a hátulütő az ugye, hogy lényegesen kevesebb a szerb olvasó. Tehát onnan nem is selejtezünk. Az állomány gyarapszik. Most ott tartunk, ugye, hogy az új könyvtárunkban már helyszűkével küszködünk, ami a szerb állományt illeti, mert hogy rendkívüli szép sorozatokat rendel a kolléganő, kézikönyveket rendel, a legújabb irodalmi kiadványokat megrendeli, akár a hazai, akár a külföldi népszerű kiadványokat. Tehát nagyon-nagyon jól felszerelt, akár a felnőtt, akár a gyermek részlegünk a szerb nyelvű irodalomból. Probléma van a magyarral. Honnan beszerezni? Most már a beszerzése olyan nagy probléma, mert hogy itt van ez a Kanizsán működő könyvesbolt, és nagyon nagy segítségünkre vannak abban, hogy ha pénzhez jutunk, akkor be tudjuk szerezni a kívánt műveket. Ami az összeget illeti, azt inkább nem mondanám. A tavalyi évben volt talán az az első év, amikor azt mondtam, hogy nem panaszkodhatunk. Előtte panaszkodtam, és úgy látszik, hogy lett valami fogalatja a dolognak. Ne összeget mondjunk, hanem könyvszámot. Nem mondok összeget. Hát körülbelül az 1200-300 könyv körül gyarapított a József Attila könyvtár, amiben benne van a szerb és a magyar irodalom is, meg tehát a Horgosi fiú könyvtárnak is jutott ebből. Tehát az, amit mi az alapítótól kaptunk összeget, vagy a saját, hát némi kis saját bevételünk is van, ez tényleg úgy gondolom, hogy nagyon okosan és jól el tudtuk költeni. Ami még nagyon sokat segített nekünk, az, hogy nagyon jó pályázatok voltak.
Tartományi szinten is voltak pályázatok, ott is nyertünk, és hát magyarországi pályázatok is. Ementén keresztül nagyon nagy számú könyvet sikerült beszerezni. Tehát a pályázatírás is egy kötelező plusz tevékenység. A pályázatírás, ez, ami a tartományi részét illeti, az talán a kisebbik, és az megoldható, nem bonyolult. Ami viszont az Ementén keresztül zajlott, az pedig ők elvégezték helyettünk. De hát azért pályázatot írni kell, ugye, mert hogy van itt írótábor és egyéb, ahol azért pályázatokat írni kell. Most hát van egy olyan dolog, aminek talán látom az alagút végét, de nem tudom, hogy mikor lesz az igazán fényes már az alagút vége. Hosszú évek óta húzódik a monográfia második kötetének a pontosan kérdése. De még milyen húzódó óta? Ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és úgy látszik, hogy én leszek az, aki valahol pontot tesz a dolog végére. Egy csak annyit zárójelbe, hogy az első monográfia kötetünk megállt a török időnél, ugye? Igen. És akkor most várjuk 48, és akkor most várjuk a folytatást. Így van. És hát 7 éve várunk, körülbelül 6-7 éve várunk a szerzőkre, hogy leadják a munkáikat. Tehát nem szemrehányásképpen mondom, mert úgy gondolom, hogy egy komoly kutató munka azért időigényes. De végre összegyűlt az anyag, és akkor hát most már ott tartunk, hogy a kiadás körül kell bábáskodni. És hát itt aztán van pályázat, és pályázatírás, és ide telefon, és oda, és várjuk, és visszajeleznek, vagy hibát találnak, vagy dokument, szóval ez még egy külön mese, de nagyon remélem, hogy... Úgy tűnik, hogy a közeljövőben hogy igen, talán fogalmazzuk egy diplomatikus, hogy a közeljövőben talán meg fog jelenni a második kötet. Én ebben bízom. Köszönöm szépen, Anna, a fölvezetést arra a következő témánkra, hogy milyen egyéb programok szervezésével foglalkozik a könyvtár, hiszen elhangzott a mondat, amivel tökéletesen egyetértek, hogy a kulturális élet meghatározó szereplője a könyvtár. Értéket szolgáltat nem csak a kölcsönzésre kínált könyvek tekintetében, hanem a programok tekintetében is, amelyeket szervez. A célközönség változó, gyermekeknek szóló programok vannak, idősebbeknek szóló, felnőtteknek szóló programok, sőt, íróknak szóló programok is. Egy kicsit engedjen betekintést ebbe. Hát akkor, amikor a könyvtár beköltözött ebbe az új épületbe, akkor új távlatok nyíltak meg előttünk. Na most a könyvtárnak ugye ez is célja, hogy olvasóvá neveljen, vagy megtartsa az olvasókat, vagy új olvasókat toborozzon. Ehhez kellenek a programok. Ez nem megy másképpen, csak úgy, hogyha becsábítgatjuk a célközönséget. Én először is az én szívem csücske, ugye ez a gyermekolvasó, ez köztudomású, és úgy mindig elmondom azt, hogy ha ma nincs gyerekolvasó, akkor holnap nem lesz felnőtt olvasó. És ez úgy gondolom, hogy igaz is. Tehát nekünk mindent meg kell tenni azért, hogy a gyerekeknél az olvasóvá nevelést elindítsuk. Sokszor fölteszik nekem a kérdést, hogy de ugyan minek, meg hát ez olyan szélmalomharc, meg nem kellene ezzel annyit foglalkozni. Meg kell tenni mindent az ügy érdekében, magot el kell vetni, aztán, hogyha ki kell, akkor örülünk, ha nem, akkor hát, ha ott marad a földbe az a magocska, és amikor már kedvező körülmények lesznek, akkor egyszer ki kell. És talán ebben a túl sok elektronikával megáldott világunkban, vagy megátkozott világunkban, igen, ki hogy tekint rá, talán még fontosabb, így hogy van, kicsit intenzívebben, van, kicsit jobban az arcába, a szemébe, a lelkébe küldeni a könyveket, és oda tenni elébe, mert másképp lehet, hogy önmagától nem jó. Saját magától nem, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a szülői példamutatás sem éppen arra ösztökéli a gyerekeket, hogy könyvet vegyenek a kezükbe. És ezt nem szemrehányásképpen mondom, tehát ebben a mai világban nagyon kevés idő jut az olvasásra. Ezért hát hol máshol, mint a könyvtárban, erre kell helyezni a hangsúlyt. És körülbelül olyan 22-23 évvel ezelőtt egy véletlen folytán indultak el a könyvtárunkba a könyvtári foglalkozások. Ez ilyen családi alapon indult, hogy úgy mondjam, mert hogy a lányom akkor volt elsős, és a tanítónénia föltette a kérdést, hogy áthozhatná-e a gyerekeket esetleg hetente egyszer a könyvtárba, hogy ott is egy kicsit kiegészítsék tulajdonképpen mindazt, amit az iskolában tanulnak.
Hát és én boldog voltam, miért ne, ez is egy lehetőség. Aztán ez a dolog addig duzzadt, hogy most már a magyar ajkú kisdiákok, tehát 1-től 4-ig az általános iskolába minden osztály jön, havonta egyszer, jön a speciális tagozat, ott 1-től 8-ig, és a martonosi alsós kisdiákok is, akik hát sajnos busz kell, hogy fizessenek, hogy eljöjjenek a könyvtárba. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben ez körülbelül olyan 150 könyvtári foglalkozást jelentett, ami másfél óra, tehát az ugye 300 iskolai órát jelent tulajdonképpen. Az én tapasztalatom az, hogy a gyerekek nagyon szeretnek jönni, mert hogy egy olyan közegben vannak, ahol jól érzik magukat, nincs az a kötöttség, ami az iskolában, mint az osztályteremben, nincs számonkérés, mese van, játék van, könyvkölcsönzés van, és mindig azt mondja, hogy olyan gyorsan elmúlt az a másfél óra, ami azt jelenti, hogy jól érzik magukat. Persze meg kell, hogy tanulják ott a könyvtári kultúrát is, tehát egy viselkedés kultúrát is. Én elvárok tőlük, és azon vagyok, hogy ezt ők el is sajátítsák, és hogy beléjük ívódjon a kölcsönzési szokásokat, aztán útmutatást kapnak arra, hogy kinek milyen irodalmat ajánlanék én. Persze az kétséges, hogy ezt elfogadják, vagy sem, mert hogy általában a könyvnek a külleme dönt a választásnál. És ezek a foglalkozások pedig arról szólnak, hogy mindig felolvasok nekik. És a felolvasásnak van egy bámulatos hatása. Egyrészt a szöveg, tehát a hallott szöveg, az nagyon-nagyon meg tudja fogni őket. Másrészt a felolvasó személyisége. Tehát a kettőt összekapcsolja, és amit én elvárok tőlük, és mindig visszakérdezek, vagyis el tudtátok-e képzelni? Gondolom, hogy nem az szokott lenni a válasz, hogy nem. Nem is kell szinte, hogy kérdezzem, mert látom az arcokon, hogy pörög előttük az esemény, és ez a dolog lényege, hogy beinduljon a belső mozi, az ő saját belső moziuk, és ők el tudják képzelni mindazt, amit tőlem hallanak eleinte, később pedig, amit ők elolvasnak. Valahol visszavarázsolhatja őket esetleg abba akkor a gyermekkori világba, amikor még olvastak nekik a szüleik. Mert a szülők is úgy gondolják, hogy első-másodikban lépve a gyermek tud olvasni, most olvashat magának. Így van. És akkor kevésbé részesülnek abból a varázslatból, hogy mit jelent az, amikor valaki olvas. Még negyedik osztályban is elvárják azt, hogy olvassak nekik. Tehát az egy külön élmény, az egy lelki kapocs tulajdonképpen az osztály és köztem, amikor megvan, ők választanak már, akkor szavazással döntjük el, hogy mit olvassunk, vagy éppen egy témához kapcsolódóan olvasok nekik akár egy görög mondát, vagy most rájöttem arra, hogy alapvető bibliai ismereteik nincsenek, tehát nem térítési szándéka, félreértés ne essék, de mondjuk egy-egy irodalmi mű megértéséhez, vagy egy-egy képzőművészeti alkotás megértéséhez azért kellenének azok az ószövetségi történetek például, amiket most olvasok nekik, és elvarázsolva hallgatják, hogy micsoda izgalmas olvasmányok vannak például a Bibliában. De amikor először eljönnek a könyvtárba, akkor én vagyok a mesemondó bábokkal, próbálom először segíteni azt, hogy beinduljon ez a belső mozi, utána mind a vásári képmutogató, tehát vannak ilyen tablóim, amin én mutogatom a történetet és mesélem, tehát ott a kép segít, és akkor onnan jutunk el odáig, hogy felolvasok, és a negyedik stáció pedig az, hogy már mi magunk mesét alkotunk. De amikor ezen túl vagyunk, akkor mire kimennek a negyedik osztályból, meg kell tanulni a lexikon használatot, a szótár használatot, az enciklopédiák használatát. Konkrét szabályokat is. Ezeket el kell, hogy sajátítsák, mert, és ez természetesen játékosan, mert hogy ez, az ellenőrzés úgy történik, hogy versenyzünk belőle. És az egész osztálynak kell teljesíteni, tehát nem úgy, hogy az osztály egy-egy tagjának, hanem mindenkinek teljesíteni kell belőle, ami egy jutalom jár. Megnyugtató Anna, amit mond, hogy a gyermekeink olvasnak, hiszen ez nagyon fontos ebben az internet által meghatározott világban, és mégiscsak a világ tudása az valahol a könyvekben rejlik. Akármilyen tudásról beszélünk, lexikálisról, vagy bármi más képességhez kapcsolódóról. A munkájuk folytatásához én nagyon sok sikert kívánok.
bízom benne, hogy sikerül a létszámot is növelni, hogyha végül véget ér ez a létszámstopp, ami most egy kicsit gúzsba köti az intézményeinket. És kívánom azt, hogy Magyar Kanizsának egyre több minőségi könyvhöz legyen hozzáférése a Magyar Kanizsai Könyvtár kereteiben. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. A jövő héten tartsanak Velibor Vránittyal a szerb nyelvű adásban. Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora.